Az emlékezés koszorúit helyezték el a trianoni emlékműnél Bonyhádon a Nemzeti Összetartozás napján szervezett ünnepségen. Ennek a napnak a tiszteletére az ország számos pontján tartottak megemlékezéseket, Bonyhádon a város alpolgármestere Szabó Tibor mondott ünnepi beszédet az egybegyűlteknek. Trianonról megemlékezni az hosszú évekig, mondjuk menjünk vissza a kezdetekig 1920-hoz, utána évekig hát tulajdonképpen siratták a megcsonkított országot, viszont az is igaz, hogy abban az időben olyan politika volt, hogy azonnal nekiálltak, és azonnal újra építették az országot, úgy az ipart, a gazdaságot, mint az oktatást, egészségügyet, stb. Aztán ugye jöttek a nehéz idők, jött a II. Világháború, azután a szovjet megszállás. Ebben a szovjet megszállásos időszakban, ebben a 40 évben még beszélni se szabadott Trianonról. Aztán elérkezett a rendszerváltás, amikor újra elkezdtük siratni, már hangosan és kinn az utcán a megcsonkított hazánkat, és azt láttuk, vagy azt éreztük, hogy valami még mindig nem nincs rendben ezzel a dologgal, valami újat kellene, valami mást kellene csinálni. Mi már a sodróvíztükrén, a gyors jelenben látjuk arcunkat, s a törvényt tűrni, a bölcsek ételén a bors, okulni szükség. Az országgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította a Nemzeti Összetartozás napjává június 4-ét, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját. Ez egyben meghirdette az új évszázad kezdetét is, illetve az előző 100 évhez képest egy új 100 évet hirdetett meg, ami abban nyilvánul meg, hogy ezentúl ugyan emlékeznünk kell Trianonra, és el kell mondani gyermekeinknek is, de sokkal fontosabb lesz a nemzeti összetartozás és az ehhez kapcsolódó sikerek. Hiszen másképpen nem is tudunk sikeresek lenni Európában, mi magyarok, csak úgy, hogyha az egész nemzet összefog, mindenki egy irányba halad, és ennek fényes jeleit látjuk már az elmúlt évtizedben, tehát 2010 óta, amióta a polgári kormányban egész más világban élünk. A két háború között és a rendszerváltás után a trianoni emlékművekre többnyire azt írták, semmi sem tart örökké. A Nemzeti Összetartozás napja azt üzeni, van, ami örökké tart, összetartozásunk.